A magyar szempontból remek szereplést hozó labdarúgó Európa-bajnokságot követően Bernd Storck szövetségi kapitány Király Gáborra bízta a döntést azzal kapcsolatban, hogy a rekorder hálőr szeretne továbbra is a válogatottban szerepelni. A szombathelyi Svitelszky Hradás kapusa rövid hezitálás után úgy döntött, hogy 18 esztendő után nem kíván többet a nemzeti csapatban védeni. 18 évet, vagy éve voltam először válogatott. És ugye én mindig azt mondtam, hogy én szívesen még a válogatotthoz motivált vagyok, most is így van, csak sajnos már a szervezet élezte többször is, hogy ezek a terhelések már nem biztos, hogy egy 40 éves embernek folyamatosan, hosszú távon kifizetődők. A szombathelyiek 40 éves labdarúgója csak a válogatottságot mondta le, azaz a haladás csapatának továbbra is a rendelkezésére áll. A kitűnő hálóért 2017. június 30-áig még érvényes szerződés köti a zöldfehérekhez. Hát ugye válogatottról beszélünk most mindenképp, hiszen klubszinten védek tovább a haladásban. Király Gábor annak ellenére továbbra is óriási népszerűségnek örvend Szombathelyen, hogy visszavonult a válogatottságtól. Edzések után nagyon gyakran fordul elő, hogy gyerekek, fiatalok tucatjai várják az autogramjára vadászva.